Van egy hang, mely hosszú éveken keresztül volt szerves része a rádióhallgatók reggeleinek. A hanghoz később társult egy arc is, melyet oly sokan ismerhetnek és szeretnek az Erdély TV nézői közül. A kedves arc és hang mögött ott rejtőzik természetesen egy személyiség, amely a reflektorfény ellenére inkább rejtve maradt. Eddig legalábbis. Suba Zsuzsival már nem lehettünk kollégák, hiszen amikor ő távozott, én épp akkor érkeztem. De mégis egymásra találtunk és jókat beszélgettünk, örülök, hogy ismerhetem. Most újra hallhatjuk a hangját, és talán mai műsorunkban őt magát is jobban megismerhetjük. Köszönöm, hogy itt vagy. Én Suba Zsuzsi vagyok, és annak ellenére, hogy megszámolni sem tudom, hányszor mutatkoztam be eddig életem során, azonnal kiderül, hogy miért többször is. Ez most egy teljesen új fejezet. Rádiós műsorvezetőként dolgoztam 18 éves koromtól 12 évet, ebből hármat a televízió képernyőjén is, ezért a sok bemutatkozás 12 év alatt. Azért mondtam el mindezt, mert annak ellenére, hogy egy új fejezet első méterén vagyunk, történetem összefügg azokkal az évekkel. Az, aki voltam, és az, akivé lettem, és remélhetőleg folyamatos fejlődésben vagyok, valahogy tökéletes szimbiózisban diktálja nekem azt, akivé válnom kell. Szeretettel köszöntöm tehát Suba Zsuzsit a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm, hogy itt lehetek, Laura. Mindjárt megtudják a nézőink is, hogy miből játszottunk be egy részletet. Az utolsó mondatban a múlt, jelen és a jövő valahogy egybe mosódik, de most induljunk a múltból, amiből ugye a jelen lett. Tehát 5 éve annak már, hogy a Trendelő című műsor vezetőjeként távoztál a tévétől. Kérlek, meséld el nekünk, hogy hogy alakult azóta az életed? Hát nagyon-nagyon röviden elmentem Norvégiába pincérnek. Volt egy évecske még, amikor még a sajtós munkámra pontot tettem, 2016 júniusában, pontosan öt éve. Pontosan 5 éve, de ugye azzal szoktunk viccelődni, hogy 2020-at visszakérjük az éveinkből, úgyhogy ez akár lehet 4 is. Tehát pontosan, majdnem napra pontosan 5 évvel ezelőtt letettem a televíziós munkát, 2017 május végén letettem 12 év után a rádiós munkát, és egy teljesen új fejezet kezdődött el az életemben, egy fantasztikus új fejezet, életem egyik legnagyobb, vagy talán azt mondhatnám, hogy legnagyobb kalandja. Az Esélytelenek nyugalmával bevettem a kanyart, és elmentem pincérnek Norvégiába. Ez tényleg egy merész változás, vagyis így kívülről nézve legalábbis, és sokszor az életünkben ahhoz, hogy megérjen a pillanat erre a változásra, el kell jönnie, vagy akár már hajszálig kell feszülnie annak a helyzetnek, annak az érzésnek. Nálad is meg kellett így lassan-lassan érjen ez a gondolat, és már azt érezted, hogy pattan a húr, és azért döntöttél így, hogy most már kezedbe veszed az irányítást, és változtatni fogsz? Azt szoktam mondani, hogy azért döntöttem úgy, mert egyszerűen már nem dönthettem másképpen. Tehát az életem egy olyan szakaszába érkeztem, amikor elkezdtem jobban megérteni azt, hogy arra van szükségem, hogy egyszerűen megpihenjek. 18 évesen kezdtem el a rádiós műsorvezetést, tehát gyakorlatilag az iskolapadból kerültem minden nap élő rádiós műsorba, ami egy fantasztikus ajándék volt. Szerintem föl sem fogtam az első 3 évben, hogy mi az, amit én ott művelek. Emlékszem, mesélted, hogy tényleg minden ünnepkor, tehát karácsonykor, szilveszterkor te kapcsoltad a villanyt a rádió stúdióban. Én kapcsoltam le a villanyt. Igen, tehát ezek ilyen fantasztikus tanulási folyamat. Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, olyan évek voltak, amelyekben én megtanultam a szakmát, és tudod, amikor megérkezik az új, a legfrissebb húsdarab, akkor mindenki arra kéri. Nem tudnál beugrani helyettem, sosem nem tudnád megcsinálni. Igen, és valahol a média tényleg egy ilyen szakma, legalábbis például a televíziózás, és ugyanígy gondolom a rádiózás is, hogy nem tudod letenni, mert nem az van, hogy 8-tól 4 óráig van, hanem hát, egy picit tovább tart. Igen, aztán meg én pont azt tanultam meg, hogy le kell tenni. Tehát ha azt érzed, hogy jaj, nem tudom, mert nem tudok nemet mondani, nagyon kegyetlenül meg kell tanulni nemet mondani. Élethelyzetekre, szakmai pillanatokra is. Igen.
Nem is gondoltam egyébként még így hónapokkal ezelőtt, hogy talán vendégül láthatlak itt a kanapén, mert akkor így tudatosan elzárkoztál a nyilvánosság elől, és úgy tűnt ekkor, hogy ez is a terápia része, hogy sokkal inkább meg szeretnéd élni a dolgokat, és egyelőre ezt nem szeretnéd megosztani sem a nyilvánossággal, meg sem tehát a nagy közönséggel semmiképp. És most történt egy, talán úgy is nevezhetjük, egy lépcsőfok, nem egy egész fordulat, de egy lépéssel közelebb vagy ahhoz, hiszen nemrég elindult az Északon nincs hideg elnevezésű podcasted, a podcastek ezek nagyon jók egyébként, és most tényleg népszerű, és olyan jó ezeket hallgatni, és neked megjelent, amelyben őszintén vallasz a helyzetedről, arról bővebben, amit most nekünk itt pár mondatban elmondtál, a legmélyebb érzéseidről. Hogyan történt meg ez a változás az életedben, hogy most azt mondtad, hogy elérkezett az a pont, hogy talán ezekről már tudsz beszélni, akár a nehézségeidről is azokkal, amikkel szembenéztél? Az a helyzet, Laura, hogy én olyan borzasztóan hálás vagyok. Olyan hálás vagyok annak a 12 évnek, aztán az elmúlt 4 évnek, amit mindenféle utazgatással, jövésmenéssel Norvégiában töltöttem egy teljesen új életszakaszban. És egyszerűen azt éreztem, hogy hálásnak lenni nem elég, sokkal inkább tenni kell, mert hogy az univerzum egy ilyen csodálatos, legalábbis én úgy éltem meg, hogy egy ilyen adókapukon alapul. Tehát így élünk mindannyian, hogy nem lehet folyamatosan elvenni abból, ami közös, hanem szolgálni is kell. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy ha már így alakult ez a világhelyzet, hogy nekem itthon kellett maradnom ugye az elmúlt évben és idén, akkor mi az, amivel én ezt a hálámat kifejezhetném az univerzumnak, a teremtőnek, mindenki hite szerint megfogalmazhatja. Hogy és végül is minden úgy történt, ahogy történnie kellett. Minden úgy történt, ahogy történnie kellett, pontosan, és ahogyan, ahol, és olyan helyzetekben, ahol a legjobban tudtam fejlődni. És akkor arra jutottam, hogy talán azzal tudok szolgálni, amihez nem azt szoktam mondani, hogy tehetséget kaptam, hanem valamiféle, hát nem tudom, ez az a kifejezési mód, ami leginkább igen, most talán, igen. Mondjuk ötvöződik is, mert az írással kezdődik, gondolom, egy podcastnek a létrehozása. Pontosan, és ez is egy ilyen pici kis titkom volt, hogy én nagyon-nagyon rég írok, de nagyon kevés ember olvasta el azt, amit én írtam az elmúlt évek során. És akkor arra gondoltam, hogy na jó, rendben van, ez most az a pillanat, amikor én egy hatalmas levegővel, én ezt a kettőt ötvözni fogom, írni fogok, és amit a legjobban szeretek talán, a hangommal dolgozni. Ez egyébként érződik is, mert tényleg így végighallgatva a podcastet, akkor elsőként persze az embernek a szemébe könnyek szöknek, tényleg annyira így minden együtt a történet, meg ugye a hangod is valahogy ezt így elő tudja idézni. Most nem szomorúságra kell gondolni, hanem az az őszinteség, meg az a hangvétel, hangszín, és utána meg az ember erőt kap, azonosulni tud, és bátorságot nyer ahhoz, hogy tényleg más is küszködik hasonló dolgokkal, mint én, nem vagyok egyedül, és nagyon jó, hogy te ezt így őszintén be tudod vallani, és őszintén tudsz ezekről mesélni. Tehát igazán már itt ugye egy bevezető részt találnak meg, akik rákeresnek az Északon nincs hideg, igen. Bármelyik ilyen csatornán. Én a Spotify-t ismerem. Igen, igen. De a többin amúgy, is igen, rá amúgy, tudnak keresni, igen. Tehát egy bevezető résszel találkoznak, már ott elérted ezt a célodat szerintem, amiről meséltél és szeretted volna. Mégis mi a te hosszú távú terve, tehát miről fognak szólni a további részek? Mert most így az első rész ugye összefoglalja, továbbiakban mire számíthatnak? Mennyire elegáns lenne, ha erre tudnék elegánsan válaszolni, tudod? És igazából a legklasszabb pillanat az, te mindig amikor... elegánsan válaszolsz, Zsuzsi. A legklasszabb pillanat, amikor tőlem kérdeznek valamit, és az első érzésem a válaszsal kapcsolatban az, hogy azt mondjam, hogy én nem tudom. Akkor tudom, hogy a lehető legjobb úton járok, vagy azon az úton járok, hogy még bármi lehet éppen, akkor ez. Igen, de nincsenek, tehát olyan terveim nincsenek ezzel a meséléssel kapcsolatban, hogy nem tudom, nincs kiszámolva minden lépésem, hogy akkor két hetente csütörtökön megjelenik egy fejezet, amiben például az otthonról szeretnék mesélni. És azt szerettem volna, ezt is elárulom, hogy azt szerettem volna, hogy ugye ide érkezem, és akkor elmondom, hogy ott az új fejezet a bemutatkozó után, és
és ezt is meg lehet hallgatni, és ez vadonatúj, és egyszerűen nem jött, tehát hogy nem tudtam írni, nem azt mondom, hogy nem volt inspiráció, hanem ott volt előttem, és azt mondtam, hogy ez nem az, amit én meg szeretnék osztani. De másokkal. Milyen jó, hogy ez nem egy intézményen keresztül, vagy keretén belül pontosan történik, mert senki nem kényszerít téged arra, hogy ezt most ki kell adnod a kezedből, és gondolom, hogy ez egy szabadságot is ad olyan szempontból, pontosan attól mentesít, ami mondjuk kötöttség volt így a médián belül dolgozni, hogy talán olyat is ki kellett adnod a kezedből, ami még nem volt kész. Ami még nem volt kész, igen. És azért nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy soha semmit, mert azért néhányan megkérdeztek az elmúlt évek során, hogy mondtam-e, kellett-e nekem valamiért mondanom, ami kényelmetlen volt nekem, vagy amivel nem értettem egyet. Uh-huh. És én ezt mindig nagyon őszintén elmondom mindenkinek, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert én nem éltem azt meg a médiában eltöltött évek alatt, hogy olyan anyagot kellett kiadjak a kezemből, vagy egyáltalán olyan állítás kellett elhagyja a számot, amivel én nem tudok egyetérteni, amivel én nem tudok azonosulni. És pontosan ez a szabadság a podcastben, hogy ezt a kis szobából lehet csinálni, és lehet, hogy nem is tudnám intézményesített keretek között, mert annyira személyes, hát rengeteget könnyeztem, ameddig például megírtam ezt, és nem szégyellem, mert minden, ami ilyenkor előjön, az hozzásegít ahhoz, hogy ugye te a hangomról beszéltél. Aztán meg Arc is társult ugye hozzá. Igen, de hogy könny gyűlt a szemedben, miközben hallgattad. Ja, igen. Azért gyűlt könny a szemedben, nem azért, mert nekem fantasztikus a hangom, hanem azért, mert te érezted az én lelkemet mögötte is. Mert a te szemedben is könnyek voltak valószínűleg, vagy ott volt már az elej. És a továbbiakban is hasonló személyes történetekre lehet számítani. Tehát így jellegében erről fog szólni. Hát ezt már nem lehet más. Igen. Rólam fog szólni, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy én nem vagyok egyedül ebben a történetben. Én nem vagyok egyedül. És az, amit én megéltem, azt nagyon-nagyon sokan megéljük. Ó, igen. Tehát itt rólad láthatunk fotókat, meg egyáltalán a tájról, Norvégiában készültek ezek igen, a fotók. Igen, ezek a fotók mind Norvégiában készültek. Ez például, ez a fotó, ez szerintem valamikor július végén készült. Jaj, milyen nyárias. Nincs hideg Norvégiában, ez északon nincs hideg. Csodálatos. Igen, nagyon jó, hogy mondtad. Beszéljünk erről a névről, ami nagyon-nagyon jól össze van állítva, és tényleg aki meghallgatja, nem akarok spoilerezni, de aki meghallgatja majd a podcastet, tudni fogja, hogy hol és milyen helyet foglal el az első részben ez a cím. Mégis egy picit így két szóban mesélj nekünk arról, a névről? Hogy igen, a címéről a podcastnek. Képzeld, hogy nem tudok erről egy ilyen fantasztikus történetet előadni, mert én úgy élem meg, hogy én nem vagyok egy nagyon kreatív ember, és én nagyon sokat szenvedtem azon, hogy én most ennek az egésznek én valami nevet kell adjak, és nem tudom, hogy mi legyen, és képzeld el, egy éjszaka 4 óra 44 perckor megébredtem, mármint hajnalban, igen, 4 óra 44 perckor, és így fölültem az ágyban, és hangosan mondtam, éjszakon nincs hideg, és nagyon gyorsan le kellett ja, tényleg szokott ilyen lenni, és milyen jó, hogy lejegyezted. Szóval egyszerűen ez így jött, tehát ennek nincs egy nagyon csodálatos, romantikus történet, megálmodtam, azt hiszem, hogy így is. Tehát ezt nem így mondják, például éjszakon nincs egy ilyen mondás, stb., hogy éjszakon nincs hideg, hanem ez nagyon jól összeállt a te fejedben. És ez zsuzsizmus. Igazából szerintem az vezetett erre, hogy engem úgy indítottak itthonról el. Én 13-ban jártam először Norvégiában, tehát nem 16-ban, nekem ez nem volt új, tehát a táj nem volt új, az emberek nem voltak újak, olyan szempontból, hogy nyilván nem dolgoztam együtt velük, de azért már találkoztam norvégokkal, és úgy indítottak el, nagyon sokan féltettek, én egy ilyen idézőjeles, nem tudom, ha van ilyen fogalom, tudom, hogy van szerelemféltés, ami egy borzalmas dolog, de ugye szeretetféltés, ez lehet, hogy ez a finomabb és kedvesebb változata, egy ilyen szeretetféltés burokban indultam el, vagy egy ilyen burokból, tehát nagyon sokan próbáltak arról meggyőzni, hogy nekem az józan eszem, az a kevés, ami volt, mind elment, hogy én erre vállalkozom, és az utolsó, érvek sorozata, ott majd senki leszel, tehát ilyeneket hallottam, itt vagy valaki, aztán majd senki nem leszel ott, meg tudod, ez valóban így felmerülhet érveket az emberben, hogy igen, itt már felépítettél valamit, és
miért kell azt de hát ugye megállítani? Ez borzalmas így, hogy azért, mert elmész, és valahol újra kezded az életedet, uh-huh. Tehát attól senki vagy, tehát hogy ez egy ilyen borzalmas megfogalmazás. Hát akkor te csak attól vagy valaki? Valaki, mert itt a médiában dolgoztam, tehát azért uh-huh. ezt így el kell felejteni, ahogy van, nem is tudtam hallgatni ezt. Az utolsó érv az volt, hogy borzalmas idő van Norvégiában, hideg van, és a norvégok. Azok nagyon hideg emberek is, de nem fogom bírni, mert hogy annyira hidegek ezek az emberek. És akkor gyakorlatilag ez az éjszakon nincs hideg, ez ugye arról szól, hogy a norvég lélek nem hideg. És az, amit én megéltem, és az, amiben az én életemet segítették, az én életemet teljessé tették, és az, ami gyakorlatilag, ahogyan ők befogadtak, és ahogyan ők kezeltek engem, számomra Norvégiába... Nekem egy hazatérés volt. Az éjszakon nincs hideg, igazából arról szól, hogy a norvég lélek nem hideg. Nincs jó idő, most már nincsenek már képek. Nincsenek a képek, nem úgy néz ki, mintha, de hogy ez átvitt értelemben. Igen, pontosan, abszolút. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Remélem, hogy továbbiakban is jönnek az ihletett, lesznek ihletett pillanataid, és megajándékozol még bennünket hasonló részekkel. Mindenkinek ajánlom egyébként. Én köszönöm szépen. Nem zavar, ugye, hogy mindenkinek ajánlom, nem, mert hogy ezt nem, most már megosztod. Most már, persze, meg is köszönöm. Ez most már a kezeid közül kiment, és igen, éli az útját. Így van. Én köszönöm szépen, hogy kíváncsi voltál rá. Nagyon kíváncsi voltam, köszönöm én.